Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. A mai napon egy olyan fiatal emberrel beszélgetek, akivel amikor először találkoztam, azt láttam rajta, még nem ismervén őt, hogy tényleg tele van energiával, élhal azért a dologért, azért a településért, ahol ő tevékenykedik, hiszen ennek a településnek ugye ő a polgármestere, és a település Csákvár, amiről szól van, és itt van Csákvárváros polgármestere, Illés Szabolcs, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel. Szia, köszöntelek. Szia. Először, amikor találkoztunk, azt láttam, hogy tényleg tele vagy energiával, tetterővel, élsz harsz a településért, és igen, polgármesterként én is azt gondolom, hogy csak így lehet tevékenykedni, valaki ezt tényleg valóban komolyan gondolja, és nem is munkának tekinti, nem is szakmának, hanem tényleg hivatásnak tekinti. Első kérdésem pont ez lenne, hogy mikor döntötted el, hogy polgármester szeretnél lenni? Tehát ez igazából gyermekkorod óta már dédelgetted, hogy szerettél volna tenni a településért, vagy ez valamikor jött egy ötlet, kicsit később, hogy akkor én most meg szeretném magam mérettetni? Hát, szia Zoli. Nem. Szerintem az ember nem úgy ébred, hogy polgármester szeretne lenni, meg biztos, hogy vannak olyanok, akik egész életükben erre készülnek. Nekem teljesen más irányú ambícióim voltak. Az én eredeti végzettségem az középiskolai történelem tanár, ennek megfelelően... Ezt nem is tudtam például. Én Bicskén tanítottam a Bicskei gimnáziumban 10 évet, és aztán egy kényszerű váltás következtében kerültem a közigazgatásba, az akkor felálló, 2012-ben felálló tankerületeknek, a Bicskei tankerületnek lettem az igazgatója, és aztán 2014-ben a helyhatósági választások évében jött egy megkeresés. Gondolkodtam rajta, sok álmatlan éjszaka volt, rengeteget gondolkodtam rajta, és aztán úgy döntöttem, hogy belevágok. Én alapvetően csákvári vagyok, én gyerekkorom óta ott élek. Hát most azt mondom, hogy sokat dolgoztam Csákváriért, akkor az biztos nagyképűen hangzik, de civil szervezeteknek voltam vezetője, elnöke, alapítványi kuratóriumnak voltam a vezetője, és valóban mindig azt néztem, hogy hogyan lehetne előrébb jutni, hogyan lehetne többet tenni. Csákváron akkor nyilván ismertéged mindig, hiszen mondta, törzsgyökeres csákvári vagy, és akkor gondolom, a veled korabeliek, illetve az idősebb emberek, gondolom, akkor tegeznek téged. Tehát nagyon jó viszonyban vagy, tehát nincs meg ez a nagyon nagy, ahogy elképzelik, hogy az emberek van egy vezető, és ugye van azok az emberek, akiket most a szó jó értelmében vezet, a települést is, illetve az emberek életét is, nyilván koordinálod ezeken a kereteken belül, tehát akkor nagyon-nagyon jó viszony az ottani emberekkel is, gondolom. Hát igyekszem mindenkivel jó kapcsolatot ápolni. Hát nyilván az ember törekszik arra, hogy minél több ember szeresse, meg minél több pozitív dolgot csináljon, de hát azt is tudomásul kell venni, illetve hát ezt meg kellett tanulni, hogy nem lehet mindenkinek jót tenni, és erről hát le is kell szokni az embernek, azt gondolom, mert hogyha folyamatosan ez a megfelelési kényszer dolgozik az emberben, akkor az egy idő után, főleg ha több sikertelenség van, vagy a sikertelen periódus, akkor az nagyon-nagyon vissza tudja vetni. Azt gondolom, hogy reális célokat kell az embernek maga elé kitűznie, ehhez kellenek olyan háttéremberek, akik támogatják, kell egy háttércsapat. Kifele ugye az emberek többsége csak azt látja, hogy a képviselőtestület dolgozik, szavaz, aztán történik valami. De az, hogy a háttérben milyen előkészítő munka van, aztán akár egy nyertes pályázatnak a lekoordinálása, ehhez olyan emberek kellenek, akikben a polgármester megbízik, feltétlen bizalom, azt gondolom, hogy az elengedhetetlen anélkül, hogy ez jól tudjon működni. Ja, mondtad azt, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni, tehát nyilván, hogy a polgármestert rengeteg kritika éri, biztos fenyegetés is éri nyilván a polgármestert, hallottam már ilyet is, remélhetőleg minél kevesebb, de kritikát azért biztos, hogy kapsz, és nem mindig úgy megfogalmaz, vagy az ember, hiszen ugye nektek is van lelkivilágotok, bármennyire erősnek tűntök, hogy az jó lesen. Mennyire tudod ezeket a fajta kritikákat úgy elviselni, hogy mondjuk a lelked, nem azt mondom, hogy nem törik össze, de hogy ne kezdje ki nagyon a lelked. Magamból kiindulva is, amikor ugye elkezdtem a rádiózást még 1848-ban, akkor engem nagyon mélyen érintettek, aztán persze ebből az ember megszokja, megerősödik. Te hogy viseled ezeket? Hát ahogy az előbb mondtam, ezt meg kell tanulni kezelni. Tehát az elején roppant rosszul érintett. Tehát sokat lelkiztem rajta, rengeteget gondolkodtam, hogy mit rontottam el, hogy kellene. És nyilván vannak a kritikák között is olyanok, amiket meg kell hallgatni, mert foglalkozni kell vele. Aztán vannak
olyanok, amiket meg el kell engedni, mert hogyha tényleg az ember folyamatosan azon pörög, hogy úristen, most akkor mit csináltam rosszul, ki mit mondott, erre nem szabad rágörcsölni, mert akkor az az ember lelkét is, a közvetlen környezetét is tönkre teszi. Tehát ezt az egészséges keretek között ezt kell tudni kezelni, ezt meg kell tanulni, ezt nekem is meg kellett tanulni. Persze idők múlásával lehet, hogy ezt megtanulni elsősorban, hogy gyakorlatban lehet megtanulni, hogy gyakorlat teszi a mestert. Hogy néz ki egy napod? Nagyon-nagyon húzós napjaid vannak, egy átlagos napot? Nem is a legdurvábbat, nem is a leglájtosabbat, hanem egy átlagos napod, az hogy néz ki? Hát ez változó. Attól függéppen, hogy ugye nagyjából előre látom a hetemet, megtervezem a napjaimat. Az általánosságban elmondható, hogy ilyen 8:30 körül szoktam megérkezni a hivatalba, és aztán egy óra ebédszünetem van, és aztán ameddig. Tehát ez van, amikor 4:30-5 óra körül már végzek, de van, amikor 9:30-kor is éppen valahol vagyok. Uh-huh. Tehát ezt nehéz kiszámítani. Ugye a polgármesternek az a mindig érdeket, meg szoktam a polgármestereket kérdezni, hogy nyilván rengeteg rendezvény van nálatok, és ott a polgármesternek meg kell jelenni, és beszédet kell mondania. Ezeket a beszédeket te magad írod meg, vagy van esetleg, aki mondjuk ebben a dologban segít neked, illetve van már egy váz a fejedben, amire te fel tudod építeni, és különösebben úgymond rákészülni erre nem kell. Nem, a beszédeimet én írom. Hála Istennek, ugye az eredeti szakmából kifolyólag nincsenek ilyen jellegű problémáim, tehát főleg egy ünnepség esetében, ahol olyan nagyon mellélőni nem lehet március 15-e. 1848 március 15-e, október. Március 15-e ez mindig március 15-e, október 23-a mindig október. Inkább az aktualitásokat kell nyomon követni, meg figyelembe venni. Én igyekszem nem átpolitizálni ezeket a beszédeket. Nyilván megkerülhetetlen, meg elkerülhetetlen, hogy aktualitást vigyen bele az ember, de egy idő után ebbe is rutint lehet szerezni. És menjünk vissza a múltban, nagyon-nagyon múltban, gyerekkorban. Ugye nyilván, aki ilyen munkát végez, az emberek általában sztereotípiaként gondolják, hogy ez egy áldott jó gyerek volt. Ő aztán mindig tanult, eminens volt. Ő volt a faluban tényleg az a gyerek kisfiam, olyan aranyos, hogy megsimogatom a kisfejedet, meg olyan jó gyerek vagy. Milyen gyerek voltál? Rossz. Rossz gyerek voltál? Igen? Rossz. Igen. Igen. Anyukám szerint biztos azt mondaná, hogy nem, de nem is rossz, eleven inkább. Tehát hülyeségekben benne voltam. Általános iskolában és középiskolában is nem kell a szomszédba menni, vagy nem kellett a szomszédba menni, hogyha valami csintevésbe benne kellett lenni. Úgyhogy, de én a mai napig is azt gondolom, hogy viszonylag jól kezelem ezt a dolgot. Tehát egy kicsit ilyen lazábban, talán az a legjobb megfogalmazás, hogy a helyzet, amikor megkívánja, akkor komolyan, de nem szeretem, nem szeretek komoly lenni. Igen. Bár sokszor azt tűnik, tehát sokan azt mondják, hogy hú, nagyon komoly, meg megközelíthetetlen, meg talán még nagyképű. Jöjjön rólad? Igen, aha, de nem, hát elég hamar összeismerkedtünk, meg összeválkoztunk, tehát azt gondolom, hogy... Még rólam is azt szokták mondani, hogy nagyképű vagyok. Hogy két nagyképű egymásra találtak. Ezt lehet mondani, amikor megismerked, az értjük meg jól egymást. Hogy nem, tehát eleven gyerek voltam, és benne voltam minden rosszaságban, amiben csak lehetett. Ebből voltak is aztán problémáim is általános iskolában is, középiskolában. Ellenőrzed, akkor szépen tele volt, ugye, hátulja. Igen, voltak. A tanulmányi eredményem is változó volt, tehát én nem voltam kitűnő tanuló soha, sőt, középiskolában voltak főleg. Szóval jártál középsuliban? Ide jártam Fehérvárra, lánykori nevén Vántus Károly mezőgazdasági és élelmiszeripari technikumban végeztem, állattenyésztő, állategészségőr. Akkor mindez értesz, történelem. Állatok van mindenhez itt minden. Is, igen. Mindenhez is konkrétan. Igen, 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 igen. És akkor hogy döntötted, hogy onnan mondjuk egy elég nagy lépés, hogy mondjuk történelem szakosként végeztél? Hát engem gyerekkorom óta érdekelt a történelem, tehát két dolog. Az egyik a humán, tehát én humán beállítottságú vagyok, a reál, tehát a matematika, fizika, kémia, nagyon távol állnak tőlem. A természettudományos tárgyak viszont szintén közel, ez fakad abból is, ahol élünk, élek a vértes lábánál. Engem vonzott a természet, a nagyszüleim, dédszüleim erdészek voltak, apukám vadászott ebből, én is hoztam magammal, én is vadászok.
Aztán én Sopronba felvételiztem egyébként eredetileg az erdészeti technikumba, akkor még ugye létezett ilyen, hogy helyhiány miatt az embert nem veszik fel, nem vettek fel, de hogy mégis valamilyen természetközeli, meg állatközeli dolog, így maradt a vántus, amit elvégeztem, de emellett a történelem az ott volt mindig is, megint csak a helyi hagyományok, a római kori település történet. Tehát az a kedvenced a római kor egyébként a töriből? Nem. Igen, és nem, melyiket szereted, melyik, ami ez így meg. Engem a reformkor nagyon, ha időre nagyunk, akkor a magyar középkor, a magyar reformkor. Hát jó polgármesterként, jó is, hogy a reformkor mondjuk a kedvence, tehát ez egy jó ómen is lehet igaz, amit rengeteg dolog történt. Azért ott a ottani országgyűléseken ott azért nagyon-nagyon nagy dolog. Illetve a két világháború közötti Magyarország, ez ami a kedvenc korom. Uh-huh. Visszamész mondjuk az általános iskolába, vannak még olyan tanárok ott Csákváron, akik mondjuk tanítottak téged? Sajnos egyre kevesebb. Uh-huh. Uh-huh. Csak azért, hogy most mondtad, eleven gyerek voltál, és ugye ők tanítottak, és most te vagy a polgármester. Csak ez egy érdekes viszony ebből a szempontból, hogy néznek rád akkor azok a tanárok, akik itt ez az elem fiú, most pedig ő vezeti a települést. Hát, jó kapcsolatom van velük. Az első osztályfőnököm, Ibi néni drága, ő már elég idős, de ő mindig kisfiam. Tehát még úgy szólít, hogy kisfiam? Igen. Tehát megmaradt azt gondolom a jó kapcsolat. Én szerettem őket, mindegyiket, még ha voltak konfliktusaink is, de nyilván az elkerülhetetlen volt. Persze, hogy a polgármesternek lenni, ugye beszéltük meg időről a beszélgetésből azért, hogy embert igénybe vő feladat, és pont azért lehet csak olyan embernek csinálni, ugye, aki tényleg ezt valóban komolyan gondolja, és ezért élhal, és erre teszi fel az életét, hivatásnak gondolja. Hogy tudsz ki is kell kapcsolódni nyilván, nagyon fontos, hogy szoktál, hogy tudsz kikapcsolódni? Sportolok. Sportolok. Muszáj, tehát az embernek nem csak tehát a szellemi fáradtság, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de engem az sokkal, sokkal inkább megvisel, mint a fizikai. Igen. Tehát muszáj valahol levezetni, úgyhogy sportolok. Hetente kétszer-háromszor megpróbálok eljutni edzőterembe, de főleg az őszi-téli időszakban, de ahogy jön a jó idő és lehet kimenni, akkor bicikli. Tehát akkor tavasztól... Ez egy nagyon jó bringa. Mountain bike vagy verseny országúti? Most már országúti. Tehát mountain bike-kal kezdtem, de országúti. És amikor csak lehet, munka után, főleg nyáron, amikor hosszabbak a nappalok, 5-6 óra körül még el lehet indulni egy nagyobb körre, akkor elmegyek. Muszáj. Én csak így tudom csinálni. Nagyon jó feszültséglevezető egyébként. Igen. A kerékpározás, futás is egyébként. Azt mondják, jobb, mint meg valaki egy konditerembe edzeni, tehát súlyzós edzést csinálni. Ennél sokkal jobb a kerékpár, illetve a futás. Ami ugye neked is azért kifejezetten fontos, hiszen ugye szellemi munkát végzel folyamatosan. És ezt szoktam mondani, hogy én valamikor örömmel, hülye hangzik, örömmel kapálnék. Például, de tényleg, mert annyira kikapcsolja az embert. Engem az is kikapcsolja, én kertes házban lakom, nagyon szeretek füvet nyírni. Tehát én amikor, sőt nem is kellene még, de már nyírom csak azért, hogy kint legyek. Igen. Tehát engem ez nagyon. Vadászni sajnos nagyon kevés időm van. De ha kimegyek, akkor se feltétlenül azért, hogy lőjek. Nekem az bőven elég, ha kiülök, a puskát letámasztom a les egyik sarkába, és akkor hátradőlök, és csak hallgatom, meg nézem az állatokat. Sokszor volt olyan, hogy el is aludtam, de ez kell. Persze, kikapcsolódás persze. Kell. Mennyire vagy házias ember, tehát mennyire tüsténkedsz a konyhába, hogy állsz a konyha művészettel? Hát erről biztos megoszlanának a vélemények, de szeretek. Uh-huh. Szeretek a egészséges keretek között, igen. Uh-huh. Nem minden áron, de van, amit igen. Aha, tehát valamit azért szeretsz akkor mesélni. Takarításban például, ugye mondják általában a férfiakról, azt mondják, hogy hát nem össze lehet takarítani, majd az azt, hogy megcsinálja, te hogy állsz ezzel? Hát takarítani én se, de viszont a rendet szeretem. Igen. Tehát ez meg a katonaságból maradt meg, azt hiszem. Uh-huh. Ja, hogy te még voltál katon? Én még az a szerencsés korosztály vagyok, igen, aki volt. Igen. Többen azt mondják, igen, érdekes dolog ez a katonaság. Ugye mindig mondják, mai fiatalok nagyon ráférnek a katonaság, mert rendet, fegyelmet tanulnának. Nyilván az a része, de volt azért benne rengeteg szivatás is. Hát volt, de... én nagyon szerencsés voltam, azt gondolom, mert olyan helyre kerültem, ahol, tehát én megőrültem volna, hogyha itt vagyok Fehérváron a valamelyik laktanyában, és azt látom, hogy a fél hármas busz Csákvára ott húz el a laktanya előtt, igen, ott integetnek. Igen. Én kértem magam annak idején, amikor a sorozás volt, ugye volt a sorozóbizottság, és hát megkérdezték, hogy na mégis, hát hova szeretne menni, és én megmondtam, hogy én határőrnek. És akkor határőr voltál?
határőr voltam a Szent Gotthárdon. Hm. Nagyon, nagyon szép egy évet sikerült eltölteni. Akkor neked jó emlékeid vannak a katonák? Hát nyilván vannak rossz emlékek is, főleg az első egy hónapból, de aztán igen, igen. Hát én szerettem katonálni. Aha. Nem akarok turkálni magánéletedben, nem is nagyon beszéltünk erről egyébként adáson kívül, hogy mit lehet tudni a magánéletedről? Nem nagyon szoktam magánéletemről beszélni, se nagyon posztolgatni a közösségi igen. médiába, ezt én szeretem magamnak persze, megtartani. Persze, magánélet. Párkapcsolatban rendben élek. Van, igen, rendben jól van, jól megvagytok, pároddal ez tökéletes, ez a legfontosabb dolog. És visszatérve a beszélgetés elejére, Csákvárról kezdtünk el beszélgetni. Mi újság van most Csákváron? Hogy látod Csákvár jelenlegi helyzetét? Mi az, amit érdemes? Hát az elmúlt 5 év az egy elég termékeny időszak volt, rengeteg fejlesztés történt. Úgy próbáltuk összeállítani az első ciklus elején, 2014-ben a fejlesztéseket, hogy nyilván nincs annyi út meg járda, amit ne lehetne építeni, de szerintem ha bármelyik polgármester kollégámat megkérdezed, akkor ezek az elsődleges prioritások. Ez szélmalomharc szinte, mert megcsinálod, kezdheted előről az egészet. Nagyjából igen. Én azt mondtam akkor, amikor 2014-ben polgármestettem, hogy első körben az önkormányzati intézmények, óvoda, iskola, hivatal, könyvtár, egyebek legyenek rendben, energetikailag korszerűsítsük őket, az azon megspórolt pénzt pedig lehet másra fordítani, ez nagyjából sikerült, és hát az egyik legnagyobb projektünk az most éred be, február 1-én volt az új közösségi tér és könyvtárnak az átadója, ez egy 1000 négyzetméteres épület, amiben van egy multifunkciós rendezvényterem, színházterem. A Vörös Marti Színház avatta a Perej Uram című előadással, dupla tetházzal ment, úgyhogy én azt várom ettől, hogy a közösséget még inkább össze fogja tudni kovácsolni, hiszen azzal a céllal is építettük, hogy ez megtörténjen. Oda akkor tervezte gondolom egyéb rendezvényeket is, de gondolom akkor Szijjázi vonalat is esetleg viszitek tovább, illetve egyéb más olyan koncertek. Szeretnénk, tárgyalásban állunk színházakkal, például a Vörös Marti Színházzal is, de más színházakkal is szeretnénk havonta egy-két színházi előadást tartani a színházterembe. Ezen kívül meg nyilván, ha jön a jó idő, akkor a szabadtéri rendezvényeket is folyamatosan, ahogy eddig volt minden évben. Nálunk ugye a kiemelkedő rendezvény az augusztus 20-ai Floriana nap, akkor szokott egy nagy rendezvényünk lenni, de igazából most kezdjük felfuttatni a sportrendezvényeinket is, hiszen te is voltál tavaly. Igen. Az idén is legalább egyet szeretnénk. Mi a legsikeresebb egyébként rendezvény? Mi az, amit a lehető legtöbben látogatnak, és igen, mondják, hogy jaj, de olyat még kérünk ilyen rendezvényt? Hát ezek az augusztus 20-ai rendezvények, próbáljuk úgy. Itt is elindultunk 2015-ben, ugye 14-ben még nem az a képviselőtestület volt, de 15-ben már abba az irányba indultunk el, hogy inkább kézműves termékek, a gasztró felé, tehát ezeket a műanyag, puska, pisztoly, egyebek, ezeket nem preferáltuk, és ebbe az irányba indultunk el, és minőségi fellépőket, minőségi műsort szerettünk volna a lakosoknak. És azt gondolom, hogy ez sikerült is, évről évre egyre nevesebb fellépőket tudunk meghívni. Ha jó az idő nyilván, akkor ilyen 2-3-5 ezer ember is eljön, nyilván a környező településekről is sokan jönnek. Persze. Ugye Csákvárnak az elhelyezkedés az tényleg nagyon szép, amikor ott is voltam nálatok, amikor átmentem rajta, tényleg nagyon-nagyon szép település egyébként Csákvár, tehát gondolom az ottaniak azért. Mennyire mondhatok mondjuk tényleg lokál patriótáknak az emberek, tehát mennyire furcsánkozik a kérdés, de mennyire szeretik az emberek Csákvárt, mert volt olyan település, azt mondják, hát ez meg az nem jó, lehetne szebb is, tehát nagyon sok minden kifogást hallottam én. Csákváron hogy állnak ezzel az emberek, tehát mennyire állnak ki ugye a településnek? Hát javítani való nyilván mindig van. Tehát amit az előbb is mondtam, hogy itt a kardinális kérdés az mindig az útjárda, csapadékvíz elvezetés. Ezeket is próbáljuk most ebbe a ciklusba, ez lesz előtérbe helyezve, de én azt gondolom, hogy maga a város, ahol fekszik a Vértes délkeleti lábánál, mögöttünk, hegy előttünk az Alföld,
egy olyan átmenetet képez a földrajzi elhelyezkedése, ami jó, azt gondolom, hogy ritka Magyarországon. A Natura 2000-es terület, Vértesi Naturpark kellős közepén, tehát én azt gondolom, hogy aki kirándulni, túrázni akar, vendégként jön Csákvára, az megtalálja a számításait. A helyiek meg én azt bízom benne, hogy szeretnek ott élni, hiszen ha a statisztikai adatokat nézem évről évre, a lakosság száma nem fogy, hanem szépen lassan, de nő. Igyekszünk a fiatalokat helybe tartani ösztöndíj programmal. Most ebbe a ciklusba szeretnénk telkeket kialakítani önkormányzati tulajdoni területen. Tehát igyekszünk helybe tartani a fiatalokat. Meg van ott minden, elég sok létesítmény is van Csákváron, ugye tényleg van, nem mondom kéne, hogy van nagyon ügyes cukrászda is, ugye az emberek ott állandóan posztolgatnak a közösségben, de tényleg minden olyan dolog megvan, ami által az ember tényleg otthon érezheti magát, és nem nagyon kell kimozdulni, bármit el akar intézni, vagy bármit el szeretné érni. Beszéljünk a jövőről, lassan a műsor vége felé járunk. Két része bontanám, hogy mi a jövőbeli terved, ilyen nagy grandiózus, ami elállható polgármesterként, meg mondjuk a magánéletedben, vagy magáncélben. Hát a polgármesterként szeretném, hogyha ennek a ciklusnak a végére azt, amit a választási programban megfogalmaztunk, annak egy részét teljesíteni tudjuk. Nyilván mindenki, minden polgármester így van ezzel, hiszen próbáltunk olyan célokat megfogalmazni, ami teljesíthető. Ezen gőzerővel dolgozunk, pályázati pénzeket próbálunk minél többet behúzni, de hála Istennek az önkormányzat költségvetése is stabil, úgyhogy saját forrásból is tudunk erre jelentős összegeket allokálni. Magánéletemben pedig ezt a kiegyensúlyozottságot, ami most van, ezt szeretném. Ez fontos, a stabil háttér nagyon megtartani. Fontos. Szerencsére olyan a környezetem, a családom, a párom, hogy minden adott ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni a későbbiekben még előre. Nyilván a gyerekvállalás is benne van. Az még akkor egy megoldandó projekt életedben. Igen. Nagyon fontos, mondtad, a stabil hátteret, az tényleg nagyon fontos, mert ha nincs meg, akkor nagyon rányomja az ember életére, munkájára a bélyegét. Tehát fontos legyen támogató pár, meg támogató család mögött. Igen, kell. Főleg amikor egy-egy húzósabb időszak van, hogy az ember mögött ott álljon a családja, ott állnak a barátai, mert azért nem mindig olyan vidám, meg vicces ez a helyzet, meg ez a polgármesteri lét, hiszen elég sok feszültség van az emberben, akár egy kampányidőszakban, akár egy nagyobb beruházás megvalósítása, de elég egy szélsőséges időjárási körülményre is gondolom, amikor az ember nyakába szakad szó szerint minden, és meg kell oldani a feladatot, akkor kell valaki, aki ott van mögötted, aki kicsit vissza tud rángatni. Igen, engedd el az így, aki tudja mondani. Meg tud újabb impulzust adni, meg energiát, meg ugyanakkor ott van a nyugalom a háttérben, és tudom, hogy én nyugodtan tudok dolgozni, mert otthon minden rendben van. Így van. Ez egy szép végszó volt, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és tényleg kívánom, hogy ez valósuljon meg az a nyugalom maradjon életed. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.